Kimondottan jól szerepelt az Eto MB3-as csapata ősszel. Király József tanítványai a negyedik helyen zárták a szezon első felét mindössze 4 vereséggel. Több átalakulás is van azonban a keretben, így tavasszal biztosan nehezebb dolgok lesz majd, ugyanakkor örömteli, hogy jó néhány játékos már az első csapattal készül. Páran felkerültek a felnőtt csapat keretébe, bízok benne, hogy gyökeret tudnak ott verni, és meg fogják tudni mutatni, hogy képesek rá, hogy magasabb szinten is futballozzanak. Most az U19-ből felkerültek hozzánk tehetséges játékosok, akik meg fogják kapni a lehetőséget, a 2004-es születésűek, hogy szeretnénk őket is beintegrálni a felnőtt futballba, hogy később a felnőtt csapatba tudják őket használni. Illetve kapos volt a csapatunk, jó pár csapat megkeresett minket, egy 3-4 játékos távozott is a keretünkből, többségében 2001-es születésűek, ők MB3-as élcsapatokba tudtak távozni. A vezetőedző hozzátette, a legfontosabb feladatnak továbbra is azt tekintik, hogy minél több fiatal felkerüljön az akadémiai csapatból az MB2-es keretbe, de ez nem jelenti azt, hogy az eredményesség a háttérbe szorulna. Mindenképpen tartani szeretnénk a pozíciókat, és talán még egy pár helyet előre kerülni, és az első helyezettektől is pontokat szeretnénk szerezni. Az ősszel a csapat egyik alapembere Szabó Tamás volt, aki kiemelte, a csapat szellemet szeretnék megtartani tavaszra is. Ez volt ugyanis a legnagyobb erősségük. Szerintem a közösség is nagy titok ebbe, hogy nagyon jó a közösségünk is, meg minden meccsre úgy megyünk fel, hogy a 100%-ot nyújtsa mindenki. Az első csapathoz képest az akadémia 2 héttel később kezdi a bajnokságot. Február 13-án a Balatonfüred látogat az Eto Parkba.